nem érdemel ugyanolyan figyelmet. Pedig kevesebbe kerül, mint gondolná. Olajcsere akár 9990 forintért a Service 4+ programban. Részletek a résztvevő Opel márka szervizekben. Opel. Wir leben Autos. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. Számos autófényező üzemben az Industriplan Kft. Készítette a fényezőműhelyt. Többek között a Schiller Opel, a Duna Auto Zrt., valamint a repülőgép alkatrészek felületkezelésével foglalkozó Aeroplex Közép-Európai Kft. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Füzesi Zsolt, az Újpest egykori labdarúgója. Szervusz, üdvözöllek. Hát nem tudom, mennyien emlékeznek még a Füzesi Zsoltra. Hát még emlékeznek, hál' Istennek, tehát mai napig van olyan, hogyha megyek az utcán, vagy valahol szóba kerül a nevem, akkor tök jó érzés, hogy... Miben tudják azonosítani? És általában igen, hová tesznek, hogy egy több csapatban is megfordultál, hát de az Újpest, ugye, hogy az Újpest volt igen, az... Igen. Hát az Újpest volt az a fő vonal volt az Újpest. Nem a fiatalabbak, inkább az idősebbek. Tehát a középkorosztály meg az idősebb korosztály, hát mert hát azért nem ma volt ez a dolog. Tehát. Igen. 97-ben, vagy mikor jöttél 97, a igen, Újpestről? 97-ben jöttem a Újpestről. Miért jöttél a Újpestről? Hiszen hát a Garam idejében azért stabil játékos voltál. Igen. Az igazság, hogy amikor a Garami Józsi bácsinál játszottam, ott is minden szezonban harcokat vívtam. Igen. Minden szezonban hoztak valakit. Tehát valahogy mindig megpróbáltak kitenni a csapatból, vagy hozni valakit, akivel esetleg harcolhatunk. De te ez jó volt. Mindig megnyertem ezeket a harcokat. Igen, ez jó volt végül is. Aztán 96-97-ben megsérültem. Volt egy ominózus MTK meccs, ahol esett az eső, elcsúsztam, hibáztam, aztán rám verték ezt a vereséget akkor. Uh-huh. Nem is esett jól, mai napig se értem, a mai napig nézem a labdarúgó mérkőzéseket, ez előfordul mindenkivel. Aztán utána megsérültem, és valahogy úgy éreztem, hogy számoltak volna velem, mert mondták is, hogy persze ott vagy a szűk keretbe, de hát aki előtte több éven keresztül játszott, annak ez úgy nehéz 24-25 évesen megélni, hogy benne vagy, de nem biztos, hogy te vagy a 11 játékosból az egyik, aki standard játszik. És akkor úgy gondoltam, hogy lehet, hogy el kéne mennem. Biztos, hogy jobban jártam volna, egy utólag visszagondolva, hogyha kicsit türelmesebb vagyok, de aztán kaptam egy... A Varga Istvántól, aki régen az Újpestnél volt edző, igen. És ismert engem. Csepelen volt edző. Bajnok is volt. Igen, bajnok volt az Újpesttel, igen. Tehát végül is egy jó név volt ebből a szempontból. Én nem ismertem őt nagyon közelről, mert akkor én még nem voltam ott a felnőtt csapat közelében, amikor ott volt, de ő ismert engem. És akkor, hát jó, hogy hiszen 5 éves korod óta Újpesten futballozott. Igen, tehát látott egy párszor tehát, biztos a tartalék csapatban, meg itt ott az ifibe. És akkor megkért, vagy megfűzött idézőjelbe, hogy milyen jó lenne, hogyha elmennék hozzá. Akkor a Csepel már kezdett kifutni abból a jó szériából, amiben volt, előtte elég jó szériákat futott. Kieső helyen állt, hogy én segítsek nekik, és végül is jó is ment Csepelen, csak kiestünk. Aztán utána egy kicsit nehezebb volt egy kieső csapatból tovább lépni, de még utána elvitt a Gásszer, ami szintén akkor egy új csapat volt a Magyar Mezőnybe. Végig lépcsőként végigjöttek, megyében indultak, és úgy jöttek végig. Egy nagyon jó kis közösség volt, egy nagyon jó brigád volt ott. De ott is kimondottan az edző kérésére mentem oda, Hartyányi Gábor volt az edző, igen. Ő kért, hogy jó lenne, hogyha oda mennék. Oda mentem, játszottam 3 mérkőzést, és utána elfelejtettek.
nem értettem én sem, és volt olyan csapattársam, aki szintén nem értette velem együtt, mert az edzéseken nem ment rosszul, de valahogy a meccseken mindig, amikor a kerethirdetés volt, akkor vagy padon ültem, vagy aztán végén még ott se, és akkor utána úgy gondoltam, hogy hát ez azért megint csak nem egy jó dolog, itt ülni és nézni a többieket, és akkor volt egy-két ilyen fél éves kitérőm, elmentem a kerülethez, ott bajnokok lettünk, MB2-be felkerültünk, aztán utána játszottam még szintén a BKV-ba, ott is bajnok lettem MB2-be, ott is felkerültünk, de úgy igazából már a vége felé nem volt egy olyan csapat sem, ami se anyagilag, se játékba segíthetett volna nekem, meg annak, hogy jól érezzem magam ott, ahol vagyok. Aztán utolsó több csapatomnál is ilyen szélmalomharc volt. Tehát bíróság, pereskedés, edzés, akkor még én öltem bele pénzt, én fizettem azért, hogy játszhattam, benzinpénzben mindent. Tehát a vége az már nagyon, nagyon csúnya volt ebből a szempontból, és akkor jött egy ilyen lehetőség a családon belül, hogy egy családi vállalkozása volt a szüleimnek, és akkor felmerült, hogy mi lenne, ha elkezdeném a civil életet. Végül is nagyon fiatalon hagytam abba ahhoz képest, mert ilyen 30-31 éves koromban hagytam. Tehát jó, pont jó labdarúgó korban volt, akkor értem volna be. Igen. Úgyhogy a mai napig is azon gondolkozom, hogy az a mostani fejemmel, tehát amikor már beértem volna idézőjelbe, akkor egész más dolgokat csináltam volna, meg most kezdtem volna, akkor kezdtem volna el igazából kiteljesedni idézőjelbe, előtte még egy kicsit olyan celebúti voltam, de hát ez már nem, ez már csak az amatőrök között sikerült. Úgyhogy mai napig is... Akkor azt meg lehet állapítani, hogy félrecsúszott a sportpályafutásod? Lehet, nem, inkább azt mondanám, hogy lehetett volna jobb is. Tehát nem csúszott félre, én nagyon sok mindent nem bántam meg, tehát én nekem nagyon szép volt így is, nagyon jó helyen fociztam, több helyen is, viszonylag jó körülmények között, felejthetetlenek voltak az Újpest-Fradi meccsek, 20-25 ezer, akkor még azért ilyen nézőszámok voltak. Az Újpesten játszottam nemzetközi kupameccset, játszottam Pármába, Kassán, itt-ott, UEFA kupába, Kegbe, tehát... Nem, én nem sajnálok semmit. Jó, csak ez minden csak a pályafutásod elején volt, ugye ezek a igen, dolgok. Igen. És utána lehetett volna még szebb. Mint egy kicsit félrecsúszott igen, ebből volna. Ebből a szempontból sajnálom, tehát hogy nem lett jó. Tehát így nézve, hogy sírten, és nagyon fiatalon más irány igen, a történeted. Igen. És ugye a külső reakciókból ítélve nem is volt ügyetlen idézőjelbe. Mindig mondták, hogy lehettem volna egy 5-10 centivel magasabb, és akkor lehet, hogy külföldön is játszhattam volna, de hát ezen nem tudtam változtatni, hát ezen nem lehetett segíteni már. Úgyhogy mondom, végül is összességében örülök neki, hogy labdarúgó lettem. Lehet, hogy egy-két dolgot máshogy csináltam volna, lehet, hogy mondjuk mellette azért nem hanyagoltam volna el annyira a tanulást, mert a mai fejemmel már lehet, hogy azért mellette még vittem volna. Csak az is nehéz, mert ha az ember fiatalon belekerül ebbe a világba, ahol már pénzért fotballozik, és napi edzések vannak, és reggel is, délután is minden. Én elég fiatalon belekerültem, mert én akkor, amikor a Volánba játszottam, és az MB2-es csapatnál voltam, ott már azt hiszem az utolsó gimnáziumi éveimben úgy jártam be, hogy délelőtt edzés volt, akkor volt, amikor hiányoztam az iskolából. És akkor az ember úgy van vele, hogy hú, de jó, hirtelen megcsapta nekem is az agyacskámat, hogy hú, most milyen közegbe kerültem, és milyen jó a tanulás, az most annyira nem fontos. Aztán ilyenkor döbben rá az ember, hogy mégiscsak jobb lett volna esetleg tanulni mellette, magasabb szinten, tehát, de viszont mondom, magát a focit nem bánom, tehát a maga a foci az jó volt, meg szerettem, világéletemben imádtam, tehát a mai napig megnézem a meccseket a tévében, napra kész vagyok mindenből, játszom több helyen is, tehát ezt azért nem lehet kijönni. Miért van az, hogy miután visszavonultál, igazából már csak hobbi szinten futballozol, nem vagy sehol edző, nem is próbálkoztál, sehol a klubban sem dolgozol, egyik klubban sem semmilyen szinten, tehát valahol azért mégiscsak eltávolodtál a futballtól. Hát az, hogy egyik klubnál se dolgozom, ez a klubok
hibája és idézőjelben nem is keresik szerintem. Tehát nagyon ritka, én olvasom, azért most egy kicsit talán elővették ezeket, az én korosztályomból is azért a játékosokat is mindenhol elhelyezkednek ilyen utánpótlás szinten. De akár technikai vezető is lehette volna. Igen, az is egy jó pofa, igen, Újpesten pont olvastam a bőrzőnök, hogy annak idén ugye meg a Brockhauser volt, akinek igazából fölállt a hátán a szőr emiatt, mert ő kapus edző akart lenni egész élet, aztán végül is sikerült neki. Igen, de attól, hogy Újpesten teljesen megváltozott a... Akik ott voltak annak idején, teljesen eltűntek. Persze. Tehát a mai mérkőzés, és ha kimenne az ember, szinte nem is ismerek senkit. Várjál, ha beengednének egyáltalán. Hát, most ugye ez a legújabb hír, ugye, mint tudjuk, hogy a magyar labdarúgó válogatott kapitányát és segítőjét ugye nem engedte be a biztonsági őr. Ugye, igen, mert nem Magyarországon volt Andy Möller fotbalista, gondolom, és nem ismerték. A szövetségi kapitány sem régen szövetségi kapitány, tehát lehet, hogy még ő sem. Ha kimegyek Újpestre... Kimész? Ki szoktál járni? Ritkán, tehát ez nem... Ez is furcsa, tehát aki gondolom egy pár évet eltöltött Újpesten, biztos, hogy én, ha én újpesti lennék és újpesti vezető lennék, azért ezt a régi brigádot idézőjelben, aki egyszer-kétszer megfordult Újpesten, azért csak összeírnék egy-két nevet, hogy kik voltak azok, és akkor talán nem hiszem, hogy egy bérlettel vagy valamivel meg lehetne esetleg a régi vonalat tartani, de nem kérek semmi ilyesmit. Tehát nem azért mondom, most nem promózok, hogy miért nem adtak, meg nem is a pénz miatt, mert nagyon szívesen kifizetem a jegyárát, tehát nem ezzel van probléma. Csak valahogy miután a vezetők között sincsenek már régiek, nekem legalábbis, mert elég... Jó, de hát amikor ott volt a Kovács Zoli, akkor sem kerestek meg téged. Tehát akkor sem igazából úgy működött, hiába volt ott egy úgynevezett, egy újpesti ikon, ugye Kovács Zoli szemében, akkor sem működött igazából ez, amiről te is beszélsz. Kicsit működött, főleg inkább a Nagy Laci korosztályt keresték meg, próbálták becserkészni, és nekik adni valamiféle kis béletet, vagy VIP-s szektorba, hogy ott ülhessenek, de igazából nagyon nem teljesedett ki sehol, senkinél ez a történet. Ezen változtatni kell, de hát, mint látjuk, a marketinggel nagyon nagy baj van. Ugye a mai sport is ugye ezzel foglalkozik, ugye? De hát sajnos ez van, ezen mi nem tudunk változtatni. Viszont fáj a szíved, hogy nem menték az Újpest Videóton mérkőzésre? Nem igazán, megmondom őszintén, mert miután nem sokat járok a magyar mérkőzésekre, csak ritkán, amikor esetleg a gyermeket kiviszem, hogy szokja is a légkört. Nem hiányzott. Tehát miután a tévében azért sok mindent adnak, mérkőzések közül nincs is annyira jó idő még. Annyira nem vágytam rá, hogy mindenhol kimenjek. Meg tényleg ez, hogy nincs meg bennem az... Hogy sok olyan ismerős lenne, akivel találkozni szeretne az ember. Tehát most én kimegyek, és ki tényleg se a vezetőket, se a játékosokat, senkit. Talán nincs is nagyon ott az újpesti brigádon belül olyan, aki most mondtad a Kovács Zolit, aki itt volt Újpesten, de nagyon sok nevet nem tudnám mondani ott azok közül, akik kimondottan a régi korosztály. Nem is az én korosztályom, hanem még az előttem lévő korosztályból sem, akik ott vannak. Tehát ezért valahogy úgy nem. Maga a mérkőzés érdekel, megnéztem az összefoglalót, láttam, hogy nyert az Újpest, jó meccs volt, azt mondták, tehát igazából ez mégis a magyar focinak jó, az újpestieknek jó, folytatták a jó szereplést a tavalyi utolsó meccsen, amikor az Üllői úton nyertek, az is egy nagy bravúr volt, azért nem sokszor nyert az Újpest az Üllői úton. Ebből a szempontból örültem neki, hogy nyertek, de nem, nagyon más nem volt ebből kifolyólag. Az Újpestnek meg lesz a második hely? Hát amióta ez a 12 csapatnál itt annyira rapszodikusak a csapatok, tehát annyira megverhet bárki. A Fradit kivéve, de most a Fradi is, szerintem a Fradi is az ősszel futott egy olyan sorozatot, amikor... Amit már tavasszal nem fog tudni produkálni. Hát rá fognak készülni, ugye. Tehát egy betömörülő csapatok ellen azért nehezebb lesz futballozni. Biztos, hogy mint ahogy a Békés Csaba meccs is mutatja, biztos, hogy lesznek azért szenvedősebb meccsei neki is, tehát nem így könnyen fogja megnyerni a mérkőzéseit. Kicsit így összetömörült ez a csapat. A Fradit kivéve szerintem bárki bárkit megverhet, bár nekem még mindig vannak kicsit olyan furcsa csapataim,
Mint felcsút például, kicsit furcsa nekem ez a, nem értem ezt a játékos csereberéket meg, hogy kit hoznak, kit visznek, tehát az utolsó pillanatban elküldenek csatárokat, ugyanakkor nem tudnak csatárt berakni a csapatba. Tehát vannak olyan furcsaságok, de hát biztos tudják, hogy mit miért csinálnak. Tehát tudod jól, ezek a belső titkok, az öltözői titkok, amik soha nem fog kiderülni, még kiszivárogni sem. Hát igen, szóval akkor nézzük akkor, szerinted akkor a Fradi mennyire bajnokságot gondolom, tehát ezen hát sajnos igen, ezen senki nem tud változtatni. Ez a tetemes előny, ez igen, szerintem ez azért megmarad. Mit szólsz a haladáshoz? Hát a haladás... Ott lopakodik, de hát igen, még akár igen, második is lehet. Igen, a Gézával, a Mészői Gézával a haladás elég jó idént fut. Hát a Géz egy fiatal edző, külföldön játszott, azért gondolom benne vannak ezek a dolgok, amiket ott látott kint, biztos hangulat is jó, ahogy mondják. Tehát igazából a haladás otthon mindig veszélyes volt. Neki szerintem az idegenbeli meccseivel voltak azért problémáik, de most úgy látszik, hogy idegenbe is tud nyerni. Persze, igen. Azért mondom, hogy jól vegyítik a fiatal idősebb korosztályt, ugye a Halmosi vonal, Király, azért 40 évesen csak ő a csapat motorja azért. Hát ott, azért... 40 évesen, te meg 30 évesen. Igen, még egy jó 10 évem lehetett volna. Bár a kapusoknál mindig azt mondják, hogy a 40 éves az még nem kapuskor. Jó, de hát látod, Gera is 36. Hát igen, azért mondom, tehát... hogy ha még nem is egy jó 10 év, de egy jó 3-4, meg egy rossz... Jó pár évet elvettél magadtól. Na mindegy, csak igen, az zárójelben igen. Eldobtál igen, még jobban fájt is a szívemet, igen, ezek után... A haladást beszéltük, akkor nézzük hétvégén Vasas haladást. Na most, ha Vasas megint kikap, akkor végképpen azt lehet mondani, hogy... Ezt nem mondom, hogy tízet számolnak rá, de, igen, de ez már... Igen, annyira le fognak szakadni ott a Békés Csaba és a Vasas, hogyha nem szereznek pontokat, hogy a végén nehéz lesz. Hát voltam... ugye a játékosok önbizalma is nem, főleg most volt egy nagy pofon, ugye, Debrecenbe kikaptak 4-0-ra. Igen, Debrecenbe azért most otthon, nem. Igen, csak most otthon is kikapnak, akkor az már... Igen, itt az a baj ezzel, voltam én is ilyen helyzetben, hogy kieső helyen lévő csapat, sőt, mi az Újpesttel voltunk így, 60-ban osztályozott játszottunk annak igen. idején. Aztán akkor a Beneferi. Igen, a Beneferi volt az edző, igen, és az első meccsen itt azt hiszem 1-1 volt, és ott idegenbe tudtunk nyerni. Tehát igen. Annyira rossz ilyenkor az utolsó, tehát megy a bajnokság, és nem szerzel pontot. És azt mondod, hogy hát van még 30 meccs, van még 25, igen. van még 20, és akkor mennek sorba a meccsek, és egyre rosszabb a dolog, mert fogynak a mérkőzések, a pontjaid meg nem nőnek, a pontjaid száma, és akkor a végén rádöbbensz, hogy hoppá, hát már tulajdonképpen mindenkit meg kéne verni minden pillanatban, bárhova megyünk, hogy legyen esélyünk bemaradni, és szerintem előbb-utóbb így fognak járni ott az alsó csapatok. Hát rossz a játékosoknak, rossz, mert ugye a vezetők bíznak benne, a vezetőktől van egy nyomás, az edzőn ugye van egy nyomás, mert hát az ő is a bőrével játszik. A játékosoknak is rossz, mert nem olyan a közösség, nem olyan a hangulat, azért minden héten kikapni, már elhiszed egy idő után magadról, hogy mégse vagy olyan jó, mint amennyire képzelted idáig. Tehát nehéz. Szerintem ők is, meg hát új edző van, most megint igen. bizonyítani kell. Én sajnáltam, hogy a Karcsit elküldték, mert ugye nekem gyerekkori barátom, együtt futballoztunk Újpesten. Próbált kialakítani egy kicsit más játékot, egy támadó futballt. Csak sajnos Magyarországon valahogy ezt nem is a támadó futballt nem szeretik, hanem magát az időt nem adják meg az edzőknek, hogy kicsit kibontakozzanak. Fogalmazunk röviden, hogy megkötötték a kezét, lábát. Igen, nem tudott igazából kiteljesedni a Szanyó Károlya. Igen, és ez látszik is, mert azóta is kicsit nekem olyan fejetlen ez a dolog. Tehát még mindig nem tudják, hogy mit szeretnének, vagy mit kéne játszani ahhoz, hogy eredményesek legyenek. De hát a német edző igazából nagyon nem fogja stresszelni, hogy kiesnek. Legfeljebb visszamegy Németországba, de hát igazából neki ez most nagy presztízs? Veszteség lesz, hogyha nem. esetleg... Nem. Hát, hogyha Németországban az eredményei miatt nem volt semmiféle problémája most Magyarországon. Azért mondom, tehát egy eleve kieső helyen lévő csapathoz jöttem. Önöki nincs mit veszíteni. Persze. Itt csak a játékosok veszítenek. Igen. Meg a vezetőség, meg ugye aki esetleg ebbe adja a pénzt. Tehát neki azért gondolom, ez nem mindegy, hogy NB1 vagy NB2. Főleg így, hogy majd nehezen visszakerültek. Azért a mai világban az NB2-ből sem nehéz feljutni. Vagy könnyű feljutni. Tehát ott is
olyan harcok vannak ma már, hogy ott se könnyű, most ahogy néztem, ott is van 3-4-5 csapat, aki kimondottan azért szállt harcba, hogy felkerüljön, és ott is harakiri van, tehát nem... Ha már említettük Beneferit, akkor említsük meg a fiát, ugye igen, Beneferi, igen, a Gyirmót, ugye, Gyirmót, ugye ott vannak a Spitzen, ők azok, akik igen, most első számú fejütő helyen vannak. Hát a Gyirmót évek óta, igen. Szeretné ezt az álmát megvalósítani. Ott most kezdődik majd a, ugye, a most igen, még nem héten, volt itt ezen itt a héten, viszont a felkészülési meccsek alapján, hogy folytatta a Gyirmót, ahol abba hagyta össze. Igen, jó meccseik voltak, azt is néztem, sokat nem nyertek. Ültek le, nem ültek kupát le. Nyertek kint Horvátországban, azt hiszem ott voltak a Adria kupán. Nem ültek le. A Ferike jó edző, szintén fiatal, tapasztalata még olyan nagy, pedig volt sok helyen, tehát most volt NB1-es csapatoknál és minden, de biztos idővel ő is még rutinosabb lesz, de úgy látszik, hogy ez tetszik ott a játékosok, jó, meg tudja őket szólítani ebből a szempontból, tehát jó. Szerintem ők biztos fel fognak jutni, szerintem, ha csak nem hibáznak valami akkora dolgot, vagy nem lesz egy akkora formahanyatlás ott a játékokban. A Békés Csaba ugye szűken egy góllal kapott ki csak a Fraditól. Ez mit jelent? Esetleg lehet, hogy vannak még vérmes remények, hogy bennmaradnak? Bennmaradhat a Békés Csaba? Hát ha azt nézzük, hogy a Fraditól kaptak ki 1-0-ra, akkor végülis ez egy jó dolog. Ha azt nézzük, hogy kikaptak, az nem egy jó dolog. Az, hogy mennyi esélyük van, vittek oda is játékosokat, próbáltak belenyúlni a keretbe, hogy kicsit jobbak legyenek. Nem, nehéz. Ez... Ráadásul a sorsolás ilyen szempontból nem jól jött ki neki, mert most éppen a Videótonhoz mennek. Hát igen, most pont elmennek egy olyan csapathoz, aki nem nyert. Ráadásul ugye a Videóton is szeretne oda kerülni az első két-három hely valamelyikére, tehát biztos, hogy nehéz lesz nekik, tehát nem egyszerű a Békés Csaba helyzete. És azért lehetett látni azért Újpesten, azért voltak az itzereik. Tehát nem az volt, hogy nem, az hát a Videóton... Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy 46%-os volt az Újpest, és 44 a Videóton, tehát majd csak az egy góllal éppen. Igen. Hát annyira brusztolós meccs volt, egy gólos meccs volt, végülis az Újpestnek sikerült egyet berúgni. Lehetett volna fordítva is nyugodtan, tehát akkor se lehet volna semmi, de hát ilyen a foci, ezért szép. Na most egy ilyenhez megy a Békés Csaba, egy ilyen Videótonhoz. Igen, azért mondom, hogy szerintem nagyon fel kell kötni a nadrágot, bár hogyha ott most hoztak egy-két játékos felgyógyulnak, most pont azt hiszem a meccs előtt derült ki, hogy mindenki hirtelen beteg lett. Elképzelhető, hát majd meglátjuk, mert sokat nem mernék rá tenni, tehát nem. Újpest MTK, az MTK ugye nem játszott a Paks miatt, tehát nekik most kezdődik a bajnokság az MTK-nak, ahol ugye a bajnokság előtt két héttel ugye a vezetőedzőtől Lászlótól ugye megváltak. Új edző, ráadásul Újpesten kell. Hát, hogy új edző, az csak nevében új edző, mert azt hiszem, hogy a... Ott volt persze, igen, de... Ott van. De épp azt mondja, mondta, hogy hiába volt egy más, az teljesen más, mikor valaki fellép oda. Persze, tehát más, amikor vezetőedzőként bemegy az öltözőbe, és más, amikor... A játékos haver, is másképpen viszont. Haveri alapon... Minden megváltozik. Biztos, hogy itt az a kérdés, hogy tudja ő ezt kezelni, ezt a szituációt, meg a játékosok hogy tudják ezt reagálni, mert tényleg más... Más egy pályaedzővel haverkodni, meg más egy vezetőedzővel. Tehát ott meg kell tartani azért azt a távolságot, hogy ne legyen ebből komplikáció. Kíváncsi leszek az MTK-ra, mert jó játék. Ők mindig, az MTK mindig egy stílusos csapat volt, mindig próbált szépen játszani, szép passzolós játék. Nem tudom, a László Csabánál ez valahogy úgy elmaradt. Lehet, hogy azért is volt ez a váltás, mert ezt hiányolták ott a... Soha senki nem fogja elárulni, akik tudja. Ez hétpecsétes titok, ahogy a Nemzeti Sport is megírta, hogy nagyon szép kommunikét adott ki az MTK, de még mindig nem derült ki semmi, hogy miért is váltak meg tőle. De aztán nem is fogja, és ez több, mint beszédesebb. Zárásként, mert időnk sajnos elszaladt. Akkor te soha nem fogsz a magyar labdarúgásban dolgozni, vagy szeretnél, mert végtelenségig te sem futballozhatsz az öreg fiúkban. Hát az, hogy soha, azt ugye nem mondjuk ki, hogy soha. Az igazság, hogy edzőként voltak edzői ambícióim, szerettem a gyerekeket,
csak közben ugyanakkor meg látva itt a körülményeket, én mai napig azt tartom, amíg nincsenek normális feltételek a gyermekfutballhoz, vagy az utánpótlás. Akadémia? Hát ezek vannak már, hogy kellenek, igen, mert jó hangzik az, igen, akadémia, de most ha úgy visszapörgetjük az időt az MTK-n kívül, meg most talán Szombathelyen, vagy Kispesten idéző egy-két emberen kívül olyan nagyon nagy labdarúgók nem kerültek még ki az akadémiáról, tehát inkább nyúlnak a külföldi játékosokhoz. De akkor nem mész oda sem ennél. Edzőpapírod van egyáltalán? Nincs. Nincs edzőpapírom, tehát azért mondom, hogy nem volt meg bennem az a dolog, hogy minden edző legyek. Igen. Miután a focihoz nagyon ragaszkodom a mai napig, tehát biztos, hogy ha nem lett volna ez a lehetőség a családon belül, akkor biztos, hogy valamilyen vonalon indultam volna el, mert hát aki ebben benne van, meg benne él, az azért ezt szeretné továbbvinni. De mondom, ezt nem tudom még, hogy talán ahhoz már azért el kellett volna valahogy, igen, mozgolódni, vagy kezdeni. Hiába jó, hogy még egy páran megismernek, vagy felismernek, de hát azért a mai világban azért jó ott lenni a tűz közelében, hogyha te valamilyen szinten akarsz bármit is csinálni. Akkor megmaradsz örök szurkolónak most. Igen, igen, igen. Most már ez marad. Amíg csak bírom, addig játszom, aztán utána majd a tévé előtt, vagy a lelátón. Megmarad az örök szerelem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszi. További sportosat.